Hosszú ideig vezettünk Nyíregyháza ellen, és csak az utolsó percekben sikerült egyenlítenie az Én lovasnak, így döntetlennel végződött az összecsapás. Egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, az is volt. Én azt gondolom, hogy a játékosok mindent megcsináltak, amit kértünk. Jól játszottak, természetesen azért fájó volt a 88. percben kapni egy gólt, mert el tudtunk volna jönni egy győzelemmel, de viszont ahogy nyilatkoztam a mérkőzés után is, hogy ha mérkőzés előtt azt mondják, hogy döntetlen, akkor inkább le sem mentünk volna, de viszont a játékképe alapján természetesen azért van hiányérzetem. Felszabadultan játszottunk, tehát nem láttam a csapaton azt, hogy nagyon ideges lenne, vagy azt, hogy nyomás alatt lenne. Mindenki azt csinálta, amit tud, sőt, még valaki többet is bevállalt, ami szerintem jól áll ennek a csapatnak. Tehát, hogyha mindig ilyen önbizalommal fogunk játszani, és elhisszük magunkról azt, hogy tényleg tudunk meglepetést is okozni, akkor soha nem lehet probléma. Rendkívül stabil volt a csapat a mezőnyt vezető együttes ellen, a védelem is a helyén volt. Azt mondhatom, hogy az egész szezon során egész jól teljesítettünk. Az, hogy most is stabilak voltunk, az igazából az egész éves munkánknak a következménye. Úgyhogy én nagyjából mindig elégedett voltam az egész csapat védekezésével, nem csak a védelemmel. Kékesi Alexander stabil tagja a csapatnak, rendszeresen látjuk a pályán. Mindig örülök, hogyha pályán vagyok, nem feltétlenül az ad nekem motivációt vagy önbizalmat, hogyha kezdőként vagyok pályán. Én szeretem azt gondolni, hogy fontos tagja vagyok akkor is a csapatnak, ha éppenséggel nem kezdő vagyok, és ez szerintem mindenkire igaz. Úgyhogy ugyanezt tudom mondani a többi játékosról is, hogy egységesen csapatként funkcionálunk, és nem egyénenként vagyunk a pályán, úgyhogy ez mindenkinek motiváló kell, hogy legyen. Élovas után érkezik egy kiesés ellen küzdő együttes, de Lipcsei Péter ezúttal is nehéz mérkőzésre számít. Én azt mondom mindig a fiúknak, hogy és már rá is tértem a hétfői mérkőzés után erre a mérkőzésre, hogy ha ők ugyanígy fognak koncentrálni és ugyanígy fognak beleállni a meccsbe, mint a Nyíregyháza ellen, akkor semmi más nem lehet, hanem csak hazai győzelem. Viszont ugye ez egy ilyen fejből induló játék, tehát mindig a koncentráció és a hozzáállás remélem, hogy pozitív lesz, és akkor én azt gondolom, hogy nem lehet semmi probléma. Ennek ellenére nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen nagyon sok rutinos, jó játékost igazoltak most télen, valahogy még igazából nem állt össze a Tiszakécske, hiszen az eredmények ezt mutatják, de viszont mondom még egyszer, egy nagyon jó csapatról van, nagyon jó játékosokról van szó, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzésünk lesz. Ősszel vereséget szenvedtünk a Tiszakécskétől, most itt a lehetőség a visszavágóra. Szerintem változott a játékunk összhez képest, tehát hogy megvoltak akkor is így a stabilitásunk megvolt, az viszont most játékképe alapján sokkal előre haladóbbak vagyunk, előre mutatóbbak vagyunk, jobban támadjuk a kaput, és szerintem ez lehet egy kulcsa annak, hogy igazából eredményesebbek legyünk. Nem hiszem, hogy problémát okozhat nekünk bármilyen csapat igazából ebben a ligában, mindenki mindenkit meg tud verni. Úgyhogy én számítok arra, hogy hasonló hozzáállás, mint ami volt idáig is, az meghozza majd az eredményét. A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Haraszti úton.